24-én pontosan 100 éve került sor az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai közti békediktátum aláírására a Versailles-i Trianon palotában. Ez a dokumentum máig meghatározza az osztrák-magyar monarchia felbomlását követően Magyarország és a környező államok új határait. A Magyar Királyság elvesztette területének több mint kétharmadát. Minden harmadik magyar nyelvű állampolgár idegen állam területére került. Magyarországot számos megalázó feltétellel igyekezték hosszú távra ellehetetleníteni. A trianoni békediktátum tartósította Közép-Európa népeinek ellentétét. A Kárpát-medence természetadta gazdasági, geopolitikai egységét, szétszaptalta a Versailles-i döntés. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége, része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, az önző egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet erősödik. Szeretném megkérni a Csetényi Önkormányzat nevében Nagy Attila polgármester urat és dr. Molnár Máté jegyző urat, hogy helyezzék el köszönjük. És Mini Bölcsöde nevében kérem Kelemen Anita intézményvezetőt, hogy helyezze el a köszönőt. Rózsa Nyugdíjas Klub nevében kérem Nagy Lászlóné és Moller Imrét, hogy helyezze. Lövészklub nevében kérem Mavizer Istvánt és Ehrenberger Endrét, hogy helyezzék el a köszönőt. A Kulturális Egyesület nevében kérem Bognár Gabriellát, hogy helyezze el. A Csepényi Katolikus Egyház nevében kérem Vargáni Szabó Erikát és Varga Erikát, hogy helyezze el. Thank you.
Fidesz Csetényi szervezete nevében kérem Súd Józsefet, hogy helyezze el a küszöböt.